Szevasztok, hát ez itt a kis rövid vlogos bejelentkezésem, az életem a sárkánnyal. Talán mondjuk úgy, hogy második része. Ugye most áthelyezzük a székhelyt, és egy kicsit nyugodalmasabb a social distancinget követelményeinek jobban megfelelő helyre tiplizünk, de előtte azért ugye nyár van, vagy már jó idő van. Van két kisgyerekem, ugye egy fiam, meg egy lányom. Aztán le kell vinni a cuccot, be kell pakolni. Igazából többet akartam ebből kihozni, de ez nyeli, mint kacsa a nokedlit. Nem is értem, minek paráztam ezt az egészet túl, úgyhogy megérkeztünk, itt van már, visszakaptam. Visszakaptam, ugye, van rajta most már egy parkolóasszisztens, ahogy nálunk falun hívják. Nagyon fasz a kis három és feles horog. Emiatt ugye volt beszorulva egy picit a vizsgasorra a gép, és hát bepakoltam mindent, ami szükséges, ugye. Itt van a kis motor, itt van a drift trike, mindjárt megmutatom nektek így. Drift trike, ott a csepeltacskó, a BMX, minden úgy lerakva, hogy ne bántsák egymást. Ott van két roller, fatestápoló, 2 T-olaj a bejáratáshoz, meg itt van egy belső, egy külső, két belső kitámasztókerék. Erről itt még lesz szó. Itt, ez Rache privát, ezt majd elmondom. Ott még vannak motyók, bekevert benzin 10-es kannába. Mondanám, hogy ez a sötét barna bőr, ez sokkal hálásabb, mint a világos. Ugye a világos belsős volt nálam. Hát sikáltam egy óráig, amíg a farmert letudtam róla. Ugye ami még helyzetjelentés, hogy itt a jobb belső kormány összekötő az egy picit lógott. 30-valahány ezer kilométer van benne, de mivel ez egy tesztautó volt, azért nem írnám, nem nevezni nagyon hibának, mert a háborús évek ugye duplán számítanak, de a kéknek is már egy picit lógott a jobb le, ugye jobb oldali közlekedés, ugye mindig az az oldal fogy jobban, és hát azért még ide még hozok cuccot, még nyugalom, még ruhák, meg minden még jön ide, tehát bőven elférünk. Be is csukja magát, mert kicsit távolabb kerültem a történettől. Ugye sokan kérdezték, hogy jó, minek a nagy autó, meg izé. Nincs biciklitartóm, illetve van a lakóbuszon, de azt nem tudom felszerelni. De hát azért vígan bőven elfér. Minden motyó. Kézfertőtlenítőstől, mindenestől. Úgyhogy nagyjából ennyi. Az átlagfogyasztás az 10-2 körül alakul, de hogy is mondjam, azért dinamikusan közlekedünk. Annyira nem is erdják ezek a felnik. Azt hittem, hogy ugyanaz a nagy krómos van rajta, mint a tesztautó. Lehet, hogy ezt meg is tartom. Ugye itt a szöcske miatt a gyerekek simán csak szöcskének hívják. Hát na most, hogyha valamire, akkor a hombánra igazából nem illik a szöcske név, de mindjárt is parkolok innen, csak addig álltam ide, mielőtt még szóvá teszik. Amíg bepakoltam a pincéből, mit mondhatnék még? Igen, a szoftvert azt illik lefrissíteni rajtuk, mert a kéknél, ami nálam volt, ott csak úgy volt hajlandó az Android autót fölismerni, hogyha bekapcsoltam a gyári naviát, és akkor valami miatt kivezérelte, vagy felismerte, hogy rá van szúrva a telefonom is. Ennél ez tökéletesen működik. Amikor a komfort bejutás funkciót aktiválod, akkor mindig gondolj arra, hogy van-e egy szatyor a hátad mögött, mert ő hátra tolja az ülést, ha ott van, ha nincs. Nem indulok el, nyugi, csak beindítom. De amúgy meg figyeljetek, elégedett vagyok a cuccal, mert mara kényelmes, imádom a szellőztetett ülést. És mit mondhatnék róla? Most nem mentem még olyan sokat, egy pár ezer kilométert, összesen a kettővel teszem hozzá, nem csak ezzel, de nincs vele gond, feljön, átmegy, ez ugye 18-as felni, nagy buflák, AT-gumi van rajta, sokat hozzáad a menetkomforthoz. Meglátjuk már, most még azért jó, megdurrantom, nagyjából azért tetőig megleszünk, aztán elhúzunk hosszabb időre, engem ugye a munkám ugyan ide köt Budapestre, de majd följárok,
Úgyhogy ennyi, vigyázzatok magatokra. Ja, nagyon fontos, hogy ott van még egy, azért ez fontos, a mész vidékre, jó láda bort, azt vigyél magaddal. Jelentkezek még, mert vannak történések, vannak itt dolgok, amikről még fogok forgatni. Kaptam egy kertész barátomtól egy tuti vakondriasztó megoldást, már azt is ki fogom próbálni. Mielőtt még nekem esik a Greenpeace, hogy bántom, nem bántom, csak megkérem, hogy hagyja el a műveleti területet, aztán helyezze át a kis komandóját máshová. Jó az a kocsi. Egyelőre elégedettség van, de már meglátjuk. Még így terepen nagyon nem mászkáltam vele, mert hát most tudjátok, járványhelyzet, most cuccolás van, meg menni kell ide-oda. Most ez van, de így hát ilyen futkosósnak is tökéletesen el vagyunk. A parkolóhelyet azt nehezebb megtalálni, mert azért nagy, de ennyi hibája legyen. Szóval já, egyelőre okék vagyunk, jelentkezem még. Stay tuned, ahogy az angol mondaná, vagy a holland, aki tud angolul, vagy valami. Na, béke veletek, szevasztok! Na, ilyenkor van az amerikai filmekben, hogy pár órával később, gyerekek, én úgy érzem, hogy tulajdonképpen elindulhatnék lábon Új-Zélandra. Azért mutatnám, hogy bár az idő Miami, ahogy a mester mondta, de azért itt azért tetőig vagyunk. Kis benzines kanna. Úgy gondolom, hogy fért még azért, férne még oda. Ott még látok lehetőséget a kibontakozásra. Könyvek, bukósisak, minden, csak a legfontosabbak. De hát azért itt elől is azért jó állunk. Ugye itt is van minden, gumikesztyű, laptop, egy kis kaja. Lekötöttem az övvel, hogy ne vándoroljon, meg ne csipogjon a foglaltságjelző, és akkor itt is megvagyunk. No. És még fér a Rexonba, de hát persze, mindenki tudta, hogy nagy autóba lehet pakolni, hát lehet. Lehet is. Úgyhogy békesség, nyugalom. Tiplizünk is le a vidéki dácsába. Na, de jelentkezek még, mert lesz miről beszélnünk szerintem. Addig is költöztető pityú voltam. Szevasztok!